Üdvözöllek! A következő részben egy épületet fogok építeni, amely teráriumok otthona lesz. Terveim vannak a körülötte lévő részekkel, ezért kis és süllyesztem a helyet. Elkezdem itt az építést. Boltot vagy büfét is elhelyezek itt, és mosdót is. 5 teráriumot képzeltem ide. 4 állatnak az észak-amerikai kontinensről, és egynek, amely otthonunkban a Kárpát-medencében őshonos. A videó leírásában megjelöltem azt a pontot, amikor már az állatokról beszélek. Ha kihagynád az építést, ugorj egyenesen oda. Másoknak, akik a játékbeli építést is szeretik nézni, azoknak meghagyom ezt a részt is, gyorsított módban. Főleg a Twilight DLC-ből akarom használni az építési anyagokat, persze nem teljesen. Az utolsó frissítéssel hozzáadtak egy új kampánypályát is, amely nem máshol, mint Erdélyben történik. És csodák csodája, mit ismernek a legjobban Erdélyből, főleg a Halloweenhez köthető, hát Drakulát, és a hamisan Drakula várnak letudott Törcsvárat. Mindenképp gyönyörű vár és környék. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el oda, ha még nem járt. Olyan városbakancs listába való. A mostani építési elemek is ennek alapján készültek, ahogy látom. Ezen az oldalon majd később egy élő helyet alakítok ki, így egyenesen ablakokat helyezek el, hogy tudjanak a látogatók nézelődni. Egyelőre legyen egy egyszerű keretje minden teráriumnak, majd lehet ezeket díszíteni. Utána jöhet a falak kialakítása. Ez a rész legyen teljesen különálló, az úthoz igazítva. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk sokat, majd később még átalakítom. Most maradjunk a főépületnél. A tetőn kombinálni szeretném a cserepet az üvegtetővel. Világítsa meg a nappali fény a helyet. Rengeteg építési elem van a játékban, még ennyi idő után sem ismerek mindent. Nagyját nem is használtam. Vagy legalábbis a jó részét. Sok Planet Zoo videót néztem én is. Sokat tanulok belőlük, sok ötletet lehet meríteni. Ráadásul modellek még több tartalmat hoztak létre hozzá. Vannak építési elemeket tartalmazó csomagok, amiket egyszerűen be kell másolni a játék egyik mappájába, és már is használhatóak. Én egyelőre félve használom őket, nehogy egy frissítés után ne lehessen többet betölteni az állatkertet. Rengetegen építenek egyszerűen lélegzetelállító állatkerteket. Valódi állatkertek rekonstruálásától legstilizáltabb, legötletesebb épületekig, élőhelyekig. Mindenképp, ha ötletetek vagy jó tanácsotok van számomra, írjátok meg kommentben. Általában könnyebb, ha a tető elhelyezése előtt megcsinálok minden részletet, mert a tető alatt mozogni nehézkesebb, de néha nem tudom elkerülni. Beszéljünk akkor az első állatunkról, amelyik egy hüllő. Ez a gyémánteknős. A gyémánteknős tudományos nevén Malaklemis terapin, angol nevén Diamondback terapin, a mocsári teknős félék családjába tartozó faj. A Malaklemis teknős nem egyetlen faja, Maryland állam szimbóluma. Az Atlanti-óceán észak-amerikai partja mentén Massachusetts-től a mexikói öbölig és Dél-Texasig sós és félsós vizekben található meg. Elfelejtettem az áramszolgáltatást. Helyezünk ki egy szélgenerátort. Jobban szeretem, mint a napelemet, mert nagyobb területet lefed, és ugyanúgy megújuló energia. Viszont zajos, ezért tisztes távolságra kell helyezni a látogatóktól, és lehetőleg szépen elrejteni előnük. Az elrejtés majd később. Most már otthonosabbá tehetjük a helyet a teknőseinknek. A teknős a terapin nevét egy natív amerikai, az algonkian nyelv torope szavából kapta. A nevet eredetileg az Észak-Amerikába beőzönlő európai telepesek használták ennek a fajnak a leírására, amelyik se nem édes vízben, se nem tengerben, hanem más enyhés sós vizekben él. Néhány alfaja akár a durván sós vizekben is huzamosabb ideig megél, és a bőrük teljesen vízhatlan.
még a sós vízben is. Páncélja felső része hasonlít a csiszolt gyémánthoz. Hátul szélesebb, mint elől, és koncentrikusan rovárkolt lemezekből áll. Színezete eltérő az azonos alfaj egyes egyedeinél. Egyes teknősök élénk rajzolatúak, sötét gyűrűkkel, világos szürke vagy világos barna alapon, mások egységesen sötét barnák vagy teljesen feketék. A teknős mellvértje feje és lábai szürkék, fekete petjezéssel. Feje erős álcsontokkal és egyfajta szarucsőrrel rendelkezik, mely alkalmas a zsákmány feldarabolására. A fajra jellemző a nemi kétalakúság. A nőstény nagyobb, mint a híj. Míg a hím páncéljának hossza átlagosan 13 cm körül van, a nőstény átlagosan 19 cm, bár nagyobbra is nőhetnek. A rekordot tartó nőstény páncélja 23 cm volt. A hímek súlya átlagosan 300 g, a nőstényeké 500, de a legnagyobb nőstények elérhetik az 1 kilót is. Hátsó lába erős, izmos úszóhártyával ellátott. A gyors úszáshoz jól alkalmazkodott. A gyémánteknős magányosan él. Táplálik a halak, rákfélék és csigák, kagylók és egyéb poltestőek, valamint rovarok, dögök és néha kis mennyiségű növényi anyag, például alga. Fogságban 50-től 70 évig él, de vadon, bár egyes vélemények szerint ez kb. 30 év lehet, nem igazán ismert a maximális életkora, mivel ez a faj csak a tojáslakás céljából megy ki a partra. A nőstény elvileg 7 évesen, a hím valamivel később éri el az ivar érettséget, ha bár a nőstényeknél inkább a méretük határozza meg az ivar érettség idejét. A párzási időszak kora tavasszal van. Egy fészekalj 4 és 22 közötti fehér tojásból áll. A nagy kifejlett nőstények évente 5-ször is hoznak létre egy fészekaljat. A kis teknősök csak 3 cm-esek, amikor a tojásból kikelnek. A gyémánteknős nősztényei még több évvel egyetlen megtermékenyítés után is tudnak életképes tojásokat rakni. Ez úgy lehetséges, hogy az élő hímivar sejteket tárolják, és egy későbbi időpontban felhasználják a tojások megtermékenyítésére. Ennek a teknős fajnak az ember a fő, de egy előző videóban bemutatott állat a mosómedve is a nagy ellensége, mivel elrabolja a tojásait. A 18. században a gyémánteknős a rabszolgák olcsó húsforrása volt. A populációt nagy mértékben befolyásolta a gyémánteknős fogyasztása az 1900-as években, mikor édes húsuk végül több millió dolláros iparággá vált az ingyenc éttermek számára. Manapság a fajt Természetvédelmi Világszövetség sebezhető kategóriába sorolja, mivel elterjedési területének nagy részén csökken a populáció száma, még akkor is, ha egyes területeken már növekednek az állományszámok, mivel óvintézkedéseket foganatosítottak, ugyanakkor tenyésztik is. Ha a gyémánteknőst édes vízben tartják, bőrgombásodás lép fel rajta, amely eltűnik, amint a vízbe sót tesznek. Az FAA National Wildlife Strike Database adatai szerint az Egyesült Államokban 1990 és 2007 között összesen 18 esetet jelentettek gyémánteknős és polgári repülőgépek között, de egyik sem okozott kárt a repülőgépben. És most pár példa, mivel nem repülés közben történt eseményekről van szó, természetesen. 2009. július 8-án a New York-i John F. Kennedy repülőtér járatai több mint egy órát késtek, mivel 78 gyémánteknős támadta meg az egyik kifutópályát. A teknősöket, amelyekről a repülőtéri hatóságok úgy gondolták, hogy azért léptek be a kifutópályára, hogy fészket rakjanak, eltávolították és visszaengedték a vadonba. Hasonló eset történt 2011. június 29-én, amikor több mint 150 teknős keresztezte a 4-es kifutópályát, lezárva azt is, megzavarva a légi forgalmat. Ezeket a teknősöket is biztonságban áthelyezték. A New York-i és New Jersey-i kikötői hatóság teknős akadályt telepített a kifutópálya mentén, hogy csökkentse a gyémán teknősök számát a kifutón, és ösztönözze őket arra, hogy máshol fészkeljenek. Ennek ellenére 2014. június 26-án 86 gyémánteknős jutott ki ugyanarra a kifutópályára, mivel a dagály átvitte őket a korláton. Megfigyelték, hogy a mosómedvék számának csökkenésével a párosodó gyémánteknősök száma nő, ami a teknősök aktivitásának növekedéséhez vezet a repülőtéren. Számos más emberi tevékenység veszélyezteti a gyémánteknősök biztonságát.
Elakadnak és megfulladnak az emberek által kivetett rákhálókban. Megfulladnak az emberek által okozott szennyezéstől. A város fejlesztés miatt elveszítik mocsaras és torkolati élőhelyeiket. Most akkor térjünk át a második észak-amerikai állatkánkra. Cukinak semmiképp nem mondanám, de biztos vannak ellenvélemények. A Hadrurus arizonensis, azaz az óriási sivatagi szőrös skorpió, az óriás szőrös skorpió, vagy az arizonai sivatagi szőrös skorpió, a legnagyobb skorpió Észak-Amerikában és az Egyesült Államokban. A skorpiók az ízelt lábúak törzsében a pókszabásúak osztályának egy rendje, amelynek több mint 3000 ismert faja van. Ahogy neve is jelzi, sivatagos területeken él, elsősorban a Sonorán és a Mojave sivatagokban. Mexikóban és az Egyesült Államok nyugati kétharmadában, Arizonában, Coloradoban, Dél-Kaliforniában, Nevada és Utah területén. A hét elismert Hadrurus faj egyike, hossza eléri a 14 cm-t. Ezeket a sivatagi skorpiókat nem tartják veszélyesnek, de elég védekezőek. Könnyen csípnek, ha lehetőségük van rá, amikor sarokba szorítva vagy veszélyben érzik magukat. Ennek tünetei például a nehéz légzés, túlzott duzzanat és hosszantartó fájdalom. Méretük és szépségük miatt a sivatagi szőrös skorpiók nagyon népszerűek, többen fogságban házi állatként tartják. Ezek szerint valóban vannak ellenvélemények. Ezek az óriás szőrös skorpiók figyelemre méltóak, mivel az Egyesült Államok legnagyobb skorpiók fajai. A sivatagi szőrös skorpió Hadrurus hirsutus talán a legismertebb, ezt követi az óriási sivatagi szőrös skorpió, vagy az arizonai sivatagi szőrös skorpió, a Hadrurus arizonensis, és a fekete hátsó sivatagi szőrös skorpió, vagyis az északi sivatagi szőrös skorpió, Hadrurus pallidus. A sivatagi szőrös skorpiók színmintái némileg változóak, de a fajok közötti különbségek elhanyagolhatók. Többnyire halvány sárga szalma színűek különböző arányú feketével a hátukon és a fejükön. Mint sok skorpió, a sivatagi szőrös skorpió, a Hadrurus hirsutus is ultraibolya fényben fluoreszkál, ami segíti az éjszakai felkutatását. Ez növeli a fogságban előforduló fajok nagy számát, és valószínűleg ezért a csoport legismertebbje. A sivatagi szőrös skorpiók meglehetősen szívósak. Bár csak 7-10 évet élnek vadonban, fogságban több mint 20 évig is élhetnek. Az arizonai óriás szőrös skorpió, hogy a neve is jelzi, szőrös. A potroh és a lábszárak szőrtől sűrűn borítottak. Ezek a barna színű szőrszálak segítik őket, hogy érzékeljék a zsákmányukat a talaj rezgésének könnyebb érzékelése által. Nincs más amerikai skorpió, ami ilyen sűrű szőrrel borított lenne. Hátsó felülete sötét, sárgás-zöldesnek tűnik enyhe fluoreszcencia miatt. Nagy mérete lehetővé teszi, hogy táplálkozhasson más skorpiókkal, gyíkokkal és kígyókkal is, de pókokat, százlábúakat és más rovarokat is fogyasztanak. A harmadik állatunk a gila. A gila vagy vipera gyík a hüllők osztályának pikkelyes hüllők rendjébe, ezen belül a gyíkok alrendjébe, a varánusz alakúak alrendágába és a méreggyíkfélék családjába tartozó faj. Észak-Nyugat-Mexikó, az Amerikai Egyesült Államok délnyugati része, főleg Arizona, Dél-Kelet-Nevada és Utah állam délnyugati területén honos. Élőhelyének megművelése és a díszállatkereskedelem veszélyeztetik a fajt. A Természetvédelmi Világszövetség besorolása szerint mérsékelten veszélyeztetett. Arizona államban ma már törvény védi. A vipera gyík hossza 38-tól 58 cm-ig terjed, testtömege 0,7 és 2,3 kg között van. Teste tömzsi és nehéz, feje nagy. A bőrfelülete rücskös, színezete kitűnő álcát nyújt a kavicsos homokos sivatagban. Farka rövid és vastag, zsírt raktároz benne, hogy a táplálék és víz nélküli időket átvészelje, akár több mint 2 évet is. Rövid, de éles karmai alkalmasak arra, hogy kiássa teknősök, gyíkok és kígyók tojásait, saját odut készítsen, valamint lyukokat váljon velük a földbe a tojásrakáshoz. Vastag villás nyelvét öltögeti, így érzékeli a szaganyagokat, a szájpadlásában található Jacobson-szerv, vagy más néven Bomeron-nazális szerv segítségével.
A Jacobson szerv egy járulékos szagló szerv, amely főként a feromonok felismerésére szolgál. A gila magányos talajlakó. Oduban él és éjjel aktív. Életének 90%-át ezekben az odukban tölti el. Táplálik a rágcsálók, madarak és fiókáik. Tojások, gíkok, békák, nagyobb gerinctelenek és más kis emlősök, sőt, néha dögök is. A gilát vadásza a préri farkas, a borszfélék és a ragadozó madarak. Ugyanakkor a kisebbekre kígyók is vadásznak, mint például a királysiklók. A párzási időszak június-július között van. A nőstény 3 és 13 tojás között rak egy oduba, amelyet a nap melege költ ki. A kifejlődéshez 117-130 nap kell. Fogságban akár 20 évig is élhet. A legközelebbi rokona a mexikói viperagyik. A gila egyik a világ három mérgező harapású gyíkjának, a mexikói viperagyik és a komodói varánus mellett. Barázdás méregfogai a kígyókéval ellentétben az alsó állkaposban helyezkednek el. A viperagyik, akárcsak a rokona, a mexikói viperagyik nem préseli be harapáskor a mérget az áldozat testébe, mint a kígyók, hanem egyszerűen hagyja, hogy a fogai által ejtett sebbe belefogjon. Harapása olyan erős, hogy ha el is pusztítják a gilát, nem lehet szétválasztani az állkapcsát. Egy fiatal példány egyetlen evés alkalmával meg tudja enni saját súlyának 50%-át. Idősebb példányok saját súlyuk kétharmadát tudják megenni. A gila fel tud mászni fára, kaktuszra vagy viszonylag meredek falakra is. A negyedik teráriumba az ökörbéka kerül. Az ökörbéka, vagy amerikai ökörbéka, kétéltőek osztályába, a békák rendjébe és a valódi békafélék családjába tartozó faj. Angol elnevezése a bikabéka, amit bőgéshez hasonló hangja után kapott. Észak-Amerika gyakorlatilag teljes területén elterjedt. A világ számos országába betelepítették, így megtalálható a Karib-térségben, Dél-Amerikában, Ázsia keleti részén és Európában is. Pontosabban az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban vannak önfenntartó állományai. Betelepítése sok esetben étkezési célból vagy természetes biológiai védekezés részeként szándékosan történt, de előfordult, hogy kis állattartóktól szöktek meg példányok. Magyarországon természetes környezetben nem fordul elő és fogságban tartott példányáról sem tudni. Vízi növényekkel dúsan benőtt állóédes vizek lakója. Áramló vízben csak elvétve fordul elő. Az ebihalaknak azonban vízinövényektől mentes nyílt vízre is szükségük van. Testhossza 9 és 20 cm között van, testtömege 500 és 800 g között. Más békafajokkal ellentétben az ökörbéka hím ilyen nagyobb a nősténynél. Előső lábai lényegesen rövidebbek a hátsóknál, ráadásul előbbieken nem, míg utóbbiakon úszóhártyát visel. Izmos hátsó lába és úszóhártyái segítségével testhosszánál akár 9-szer nagyobb távolságra is képes elugrani. Más békákhoz hasonlóan nekik is kiváló a hallásuk van. Lesből támad, sokszor meglepi áldozatát és hirtelen ráugrik, aztán a zsákmányát víz alá viszi és általában ugyancsak a víz alatt fogyasztja el. Gyakorlatilag mindent megeszik, amit le tud nyelni. Apró halakkal, férgekkel, rovarokkal, kisebb békákkal, kisemlősökkel, kismadarakkal vagy kis kígyókkal táplálkozik. Táplálék konkurense őshonos hal, kétéltű hüllő és madárfajainknak. Egyes helyeken a vízi növényzetre is jelentős negatív hatást gyakorol, mivel ebihalai nitrogénkötő algákkal is táplálkoznak, jelentősen csökkentve az alga mennyiséget, felborítva ezzel a vízben a szerves anyag körforgását. Több patogén hordozója többek között a kétéltőeket világszerte pusztító kitrit gombának is. Bár rajta nem alakul ki a kitridiomikózis, viszont bizonyítottan átadja a betegséget az őshonos fajoknak. Az ivarérettséget 2 és 4 éves kor között éri el. Ilyenkor a hím a bőgésével egyrészt jelez a nősténynek, másrészt figyelmezteti többi riválisát, hogy a terület már foglalt. A nőstény egy alkalommal 10 és 20 ezer közötti petét rak le, melyek 4-től 20 napig terjedően kelnek ki. Más békákkal ellentétben a hím viseli gondját a porontyoknak, míg azok kifejlett békává nem alakulnak. Az ökörbéka élettartama vadonban 15 év, fogságban pedig kb. 8 év. Létszámuk évről évre nő, az egyetlen veszély rájuk nézve a természetes élőhelyük elpusztítása. Most következzen az ötödik teráriumi, akváriumi állatunk.
Ez egy kétéltő a farkas kétéltőek rendjéből, a szalamandra félék családjából. A Dunai gőte vagy Dunai tarajos gőte Bécsi medencétől a Duna-deltáig terjedő síkvidékeken fordul elő. Elterjedése elsősorban a Duna, Tisza, Dráva és Száva folyókhoz köthető. Ott, ahol zúg az a négy folyó. Feltehetően a faj világállományának mintegy 40%-a Kárpát-medencében összpontosul. Megtalálható ártereken, tavakban, mocsarakban, csatornákban és holtágokban, a Dunában és a Duna-delta főbb csatornáiban is. Kis-Magyarországon szinte minden síkvidéki vizes élőhelyen előfordul. Főleg mélyebb vizekben fordul elő, ahol elegendő rejtőzésre alkalmas vízi növényzet található. Elsősorban nyílt területek vizeiben él, és akár lakott területeken is megjelenhet. Korábban a közönséges tarajos gőte alfajaként tartották számon. Kételtőek közül az egyik legnagyobb természeti értéket képviseli. Az őrségben és a Kőszegi hegységben az alpesi tarajos gőte váltja fel, illetve északon az akteleki karszton a közönséges tarajos gőtével kevert állományai találhatóak. Mérete 13 és 16 cm közötti nagy testű gőtefaj. Megjelenésében karcsúbb testű, mint a tarajos gőte, és a hímek taraja és háta is világosabb színű. Testéhez képest feje kicsinek és lábai rövidnek tűnnek, teste zömöknek mondható. Hátszíne zöldes-barnás árnyalatú vagy fekete foltokkal tarkított sötétbarna, de lehet egységesen fekete színű is. Az oldalán és a sötét torok részen apró fehér foltokkal. Nász időszakban a hímgőte magas, cakkos szélű tarajt növeszt, mely fejének közepétől egészen a farkáig ér. A nászruhás hímeknél a farkuk oldalán egy hosszanti fehér csík található. Hasa élénk narancsárga, amit fekete foltok díszítenek. A nőstények robusztusak, sötétebbek, mint a hímek. Más gőténkhez hasonlóan a Dunai gőte nőstényeinek sincs tarajuk. Márciustól október-novemberig aktív. Utána elhagyja a vizet és telelő helyet keres, amit tavasszal elhagy, és a szaporodási helyére vonul. A párzás április-május hónapokban történik, de elhúzódhat júniusig is. Ekkor a hímek násztánccal hívják fel magukra a nőstények figyelmét. Nász időszakban a nőstény farka közepén fehéres-kékes árnyalat figyelhető meg. Párzásuk egy látványos násztánccal indul. Ilyenkor a hímek a nősztényhez közelebb merészkednek, és farkukkal a kloákájukon kiengedett feromonokat a nőstény felé legyezik. Ha a nőstény hajlandóságot mutat a párzásra, a hím elindul és a tolajára helyezi azt, amit oda kell helyeznie. A nőstény ezeket kloákájával felveszi, majd néhány órával később lerakja a megtermékenyített petéket. Egy nőstény nagyjából 200 petét rak, vízi növények levelére ragasztva. Gondosan becsomagolja azokat egy kocsonyás burokba, ezzel védve a ragadozóktól. 2,5 hét után körülbelül ezek feléből alakul ki lárva. A lárvák zömök testalkatúak, 30-70 mm hosszúak. Az átalakult lárvákból 3 hónap után alakulnak ki a fejlett állatok, amelyek nyár végén, ősz elején hagyják el a vizet, 3-6 hónap után. Egyes élőhelyeken, főleg ahol sekélyebb, kiszáradó vizekben szaporodnak, hamarabb hagyják el a vizet, és szárazföldi életmódra váltanak. A parton repedésekben, üregekben, kövek és farunkök alatt húzódnak meg, és főleg éjszaka aktívak. A fajcsoport leginkább vízhez kötődő tagja. Mind a kifejlett egyedek, mind a lárvák ragadozó életmódúak. A vízben töltött időszakban vízirovar és szúnyoglárvákkal, kisrákokkal és gyakran kisebb evihalakkal táplálkoznak. Szárazföldi életszakaszukban táplálékuk férgekből, csigákból és ízelt lábúakból, valamint azok lárváiból áll. A Dunai tarajos gőte állományai csökkenőben vannak. A veszélyeztető tényezők közül a szaporodó helyek kiszáradása és az élőhelyek megszűnése, feldarabolódása a legfontosabbak. Komoly veszélyt jelentenek továbbá a kisállatkereskedésben vásárolt, egzotikus kétéltőek és hüllők megunt példányai, amelyek nem csak kiszorítják őket természetes élőhelyükről, hanem megfertőzhetik őket idegen betegségekkel is, például a kitrit gombával. Magyarországon, mint minden hüllő és kétéltő, védett. A tarajos gőtéknek Európában 6 faja él, melyekből hazánkban a Dunai tarajos gőte, az alpesi tarajos gőte és a közönséges tarajos gőte található meg. A Berni Egyezmény második függelékében szerepel, a Természetvédelmi Világszövetség mérsékelten fenyegetettként tartja számon.
Az Európai Unió a közösségi jelentőségű fajok közé sorolta, vagyis Natura 2000-es jelölőfajnak választotta. Legkönnyebben a tavaszi és az őszi vándorlásuk során figyelhetjük meg őket. Civil természetvédelmi szervezetek és a nemzeti parkok az ország számos pontján szerveznek kéttéltűmentő akciókat, hogy segítsék azokat az állományokat, amelyeknek a telelő és szaporodó helyét forgalmas közút választja el. Más kéttéltű fajokkal együtt a Dunai tarajos gőtét is vizsgálják a kutatók, hogy megállapítsák állomány nagyságát és feltérképezzék veszélyeztető tényezőit. Ilyenkor gőtecsapdákat helyeznek ki az élőhelyre, majd a befogott egyedeket a vizsgálat után szabadon engedik. Egy-egy állomány több éven át tartó vizsgálata fényderíthet az élőhelyhez kapcsolódó problémákra, és felhívhatja a természetvédelmi hatóságok figyelmét a populáció kiemelt kezelésére. Ennyi a mai részben látható 5 fajról. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, amíg nem tetted. Ha ötleted vagy jó tanácsod van, vagy csak egyszerűen hozzátennél bármi érdekes információt, írj egy kommentet! Legyen szép napot!